Már a magyarországi települések 91%-ában van igazolt fertőzött, közölte az országos tiszti főorvos a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi online sajtótájékoztatóján. Müller Cecília elmondta, a legtöbb fertőzött Budapesten és Pest megyében van, a legkevesebbet pedig Tolna megyében tartják nyilván. A 47. héten Békés Csabán, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban és Székesfehérváron emelkedett kategóriájú a vírus örökítő anyagának mennyisége a szennyvízben. Ezekben a városokban a fertőzöttek számának emelkedésére kell számítani. Kecskeméten és Szolnokon ugyanakkor az örökítő anyag csökkenő mennyiségét mérték. 3806 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 185.687 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 106, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4.114 főre emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 137.553 fő. 7.718 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 656-an vannak lélegeztetőgépen. A gyógyultak száma a legutóbbi adatszolgáltatás szerint 44.020 fő. Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a cél a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett újabb védelmi intézkedések. Az operatív törzs jelenleg 294 óvodai csoportban és 184 óvodában, továbbá 105 általános iskolában rendelte el rendkívüli szünetet, 521 iskolai osztályban és 56 általános iskolában digitális tanrendet.